Kettős hosszú hétvégére készül a Hagymatikum gyógyfürdő, ugyanis államalapításunk ünnepét megelőzően augusztus 15-én csütörtökön egy romániai egyházi ünnep veszi kezdetét. Az előző évek statisztikái azt mutatják, hogy ekkor nagyon sokan látogatnak a komplexumba, amit a vezetőség programokkal szeretne meghálálni. Pénteken hozunk egy romániai DJ-t, hogy a kinti Aqua Fiestánkat, amit most elindítottunk egy hónapja, az élménybedence zenés estét, azt most egy ilyen romániai DJ-vel próbáljuk hozzájuk is közelebb illeszteni. Én úgy gondolom, hogy ez gesztus értékű, és talán jobban megmarad bennük az, hogy mi mennyire várjuk őket. Augusztus 17-én pedig már becsatlakoznak a Szent István napi ünnepkörbe. Canik Balázs érkezik a Hagymatikumba, aki egy egész napos roadshow-val készül. Lesznek gyermekprogramok és versenyek is a 33 méteres medence körül. A vasárnap pedig a Rádió 88-nak lesz egy egész napos strandpartia. Ez mindig jól szokott sikerülni, a napozó válogatottal, szintén sportesényekkel, támogatókkal, úgyhogy mindig vannak ajándékok, úgyhogy nagyon szokták érezni a vendégek. És aztán a hétfői napozinálunk még mindig a hosszú hétvége része, ott pedig ismét egy Aqua Fiestával készülünk, és egy esti éjszakai fürdőzéssel. A jó hangulat tehát garantált lesz a Hagymatikum fürdőben, és az előrejelzések is azt mutatják, hogy meleg időjárásra számíthatunk. A részletes programokért érdemes felkeresni a fürdő weboldalát és a közösségi oldalát.